Somogyi Andrást még mindig nem engedik mindenhol fellépni a fideszesek, miközben a másik András, a Bencsik, akkor mondhatja el a baromságait, amikor csak akarja. Van viszont a nerben lehetőség arra, hogy Somogyi András mindenhol fellépjen, és ehhez még a kormány kritikáról se kell lemondania. Van erre egy ajánlat ebben a rendszerben. Ha érdekel, hogy mi ez az ajánlat, nézd meg ezt a videót! Az a helyzet, hogy több helyre is eljutnék hozzátok, de ebben a fene nagy demokráciában, itt, Nerdorádóban, átvilágítanak, gáncsolnak, szivatnak, nyomást gyakorolnak rám, és nem engednek fellépni bizonyos agórákban, művelődési házakban. Ahol egyébként gyakran fideszes képviselők, vagy nyíltan kormánypártiak az intézményvezetők. Na Bencsik Bandi, ennyit a szólásszabadságról. A fideszes nyaloncok úgy vannak a szólásszabadsággal, hogy az mindenkinek jár, aki Orbán dicséri. Jártak el Carlsonnak, Donald Trumpnak és minden fideszes Andrásnak. Hontnak, Schiffernek és Bencsiknek is. De nem minden András ilyen szerencsés. A Somogyinak ugyanis nem szabad mindenhol fellépni, mert még mindig vannak az országban olyan helyi fideszes vezetők, akik azzal akarnak bevágódni a vezérnél, hogy hát ezt megtiltják neki. Pedig ő csak azzal próbálkozik, amit a kormánypártiak elvárnak az ellenzékiektől. Hát először minden bátorságát összeszedve kimegy a körúton kívülre, majd megpróbál lemenni vidékre, hogy megértse a Fideszt. De mielőtt odaérne, a vidék visszaküldi a körúton belülre. András, az a baj, hogy nem érted a vidéket, te sem meg kell érteni, hogy a magyar vidék nem kér az ilyen lipsi megmondó emberekből. Ezt hívják úgy, hogy nemzeti együttműködés. A vidéki városok nemzeti vezetői együttműködnek a Nemzeti Fidesz Központtal abban, hogy téged nem engednek fellépni. Hát amúgy meg nem kell emiatt nyavajogni, mert amíg csak egyetlen helyen fel tudsz lépni, amíg egyetlen videót kitetsz a Youtube-ra, és amíg van még 444, addig szólásszabadság is van. Majd akkor dumáljál, amikor már tényleg nem dumálhatsz akkor beszél arról a színpadon, hogy nem léphetsz fel, amikor már egyetlen egy színpadot se kapsz. Akkor tegyél ki videót arról, hogy téged korlátoznak, amikor már nem tehetsz ki egy videót se. Akkor legyél majd nagyon hangos, amikor már totál lehalkítanak. Akkor irogasson majd a 444 is a szólásszabadság hiányáról, amikor már tényleg nem írhat semmit. Nem előre kell rettegni, akkor kell majd rettegni, amikor már nem vagy. András, miért gondolod, hogy te szabadon beszélhetsz erről, amikor ez még egy egész országnak is meg van tiltva? Svédországnak nincs joga kritizálni a nagyvezért. Hát akkor majd pont neked lesz ilyen jogod. Különben is, honnan van neked arra pénzed, hogy bejárd az országot? Ki adja neked ehhez a dollárokat? Egyébként a fideszeseknek van erre a problémára egy áthidaló megoldásuk. Ha nagyon nem akarod abba hagyni a NER -kritizálást, hát nem kell erről se letenni. Van olyan opció, hogy kritizálhatod Orbánt, és még fel is léphetsz, ahol csak akarsz. Az a megoldás, hogy nem dollár humoristának kell lenni, hanem forint humoristának. Hát Kaphatnál te a ner is értékes magyar forintokat, ahelyett, hogy romló dollárokat vennél fel a romlott nyugattól csak egy picit alkalmazkodni kéne a rendszerhez. Nem nagyon, csak egy kicsit. mehetsz vidékre nyugodtan, csak ne rögtön a közönségethez menj, hanem kezdj mondjuk a polgármesteri hivatalban. Hát ott majd a helyi fideszesekkel szépen átbeszélitek az anyagot, feljavítjátok, kihúzzátok a gyengébb nemzetjelen részeket, és összehoztok közösen egy sokkal patriótább változatot. Hát úgy kell most Magyarországon humorosnak lenni, ahogy a Ceglédi Zoltán csinálja. Lehet szídni a rendszert, de csak finoman, nem, nem kell mindjárt forradalmakat kirobbantani. Az ellenzék is kiváló humorforrás lehet, András. Lehet azokon is röhögni. Nem kell ennyire egyoldalúnak lenni. A jó humor a kiegyensúlyozott, visszafogott humor. Úgy kell támadni a rendszert, úgy kell rendszerkritikus humoristának lenni, ahogy az ungár Péter ellenzéki politikus, ilyen konstruktív módon. Ide is szúsz egy kicsit, meg oda is. És akkor mindenki jól fog járni. El kell felejtened azt, hogy most itt egy kétharmados, 13 éve uralkodó rendszerben élsz. El kellene játszani, hogy ez itt egy demokrácia, ahol helye van a kiegyensúlyozottságnak. Legyél kiegyensúlyozottabb. És ha így teszel, ha mindenki így tesz, akkor mindenki jól fog járni, mert te is ki leszel fizetve, meg a többiek is, és a ner is fenn fog maradni az idők végezetéig. Mi nem azt várjuk tőled, hogy imád Orbánt. Nyugodtan támad a rendszer, csak közben tedd világosá azt is, hogy a rendszernek nincsen semmilyen alternatívája. Nem érdemes itt senkire se szavazni Orbánon kívül, mert senki se kormányozna nála jobban. Ennyit vár tőled a rendszer, nem többet. Hangozzon el minden műsorodban nagyon sokszor, hogy nincs alternatíva. És akkor szíthatod a rendszert, amennyit csak akarod. A NER-nek ez tökéletesen megfelel, András itt teljesen egyértelműen le vannak osztva a szerepek. Az ellenzéki megmondó emberek, humoristák, youtuberek lehetőleg legyenek kiegyensúlyozottak, a neresek megnyalják ki a vezérséget. Itt mindenki tudja, hogy mi az elvárás. Bencsik András is tudja. Na, tőle például egyáltalán nem vár a rendszer semmilyen függetlenséget és kiegyensúlyozottságot. Bencsik egyébként tökéletesen érzi, hogy hogyan kell bevágódni a vezérnél. Még mindig pontosan érzi, hogy mi az az intellektuális mondás, amivel meg kell most fejteni a külpolitikát. A svédek idióták, ezt mondja a Bencsik. És miért? Hát mert nem tetszik nekik a rendszer. Az a rendszer, ami most éppen Magyarországon van. Bencsik András szerint a svédek az idióták, és véletlenül se ő maga, aki azt se veszi észre, hogy a svédeknek nem Magyarországgal van bajuk, hanem azzal az emberrel, akiben már olyan mélyre mászott be Andrásunk, hogy nem csoda, ha nem lát ki onnan. Hát nem, hogy Svédországig nem lát el Orbánból, hanem már a végbél nyílásig se. Bencsik András szerint a svédek idióták, és nem szabad őket beengedni a nato mert idióták kezébe nem adunk puskát. Meg ki tudja, hogy kire fognak lőni? A svédek, így mindannyian. Bencsik András jó hangulatban leidiótáz egy egész népet, de azt nehezen viseli, ha bárki kritizálja az imádott vezérét. Hát én meg csak azt nem tudom, hogy ki adott a Bencsik András kezébe tollat meg mikrofont, mert hogy én meg abban vagyok biztos, hogy ennek az embernek a kezébe egyetlen egy dolog való, a vezér álló cöveke. Na az jól áll neki, azt jól tudja használni. A vezér második számú nyaloncának viszont ez se volt elég, ez se volt egy elég erős mondás, szerinte ez egy gyorsan meg is hosszabbította magát bicskéig. Rátett a hülyeségre még egy lapáttal, és hozzátette, hogy azt is meg kellene fontolni, hogy a svédek egyáltalán tagjai maradjanak az Európai Uniónak, mivel erről rossz indulatú butasággal legyártottak egy propagandafilmet. Hát, mert akiben abszolút nincs rossz indulat, meg butaság, az Bencsik András. És aki még soha semmilyen propagandagyártásban nem vett részt, az is a Bencsik András. Szerinte meg kellene fontolni, hogy Svédország EU tag maradjon-e? Hát úgy mondja ezt a Bencsik, mintha erről dönthetne. Vagy akár Magyarország erről dönthetne. Azt mondja, hogy meg kellene fontolni. Hát csak fontolgas, András, fontolgas, de az a szomorú hírem van, hogy akármilyen ügyesen fogsz fontolgatni, sajnos se te, se a vezéred nem teheti ki a svéreket az unióból, sőt, hosszabb távon az a hogy még a NATO-tagságukat se nagyon akadályozhatjátok meg. Svédország, Bencsik szerint egy ostoba, rossz és beteg ország. Nem csak a svéd politikai vezetés, hanem mindjárt az egész ország. Minden esetén örülök, hogy Bencsiknek sikerült tartani a bubuzás óta tőle megszokott és elvárt színvonalat. Hát kétségtelenül ő a legnívósabb propagandista, hiszen ekkora igénytelenséggel még a megafonosoknál se találkozunk minden nap. Nagyon sok oka van annak, hogy én miért nem lennék szívesen Bencsik András. Az egyik ezek közül az, hogy Bencsiknek folyamatosan utánoznia kell a vezér mozgását. De nem csak utánoznia kell, hanem még überelnie is kell. Hát és ez egy nagyon nehéz munka. Ha a vezér ad egy salettére a brüsszelnek, akkor neki is adni kell, csak még nagyobbat. Ha a vezér egy kicsit messzire megy, neki még messzebbre kell menni. Meg kell előznie a vezért, hogy lássa, hogy a Bencsik is ott van, mivel hátul nincs szeme. Ebben a rendszerben az a fontos, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga. A bencsik tudja. A Somogyi András meg még sajnos nem. Én viszont tudom, hogy mi a dolgom, most például az, hogy elbúcsúzzak meg, hogy véget ért a videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel. Mára ennyi voltam, de nem sokára jövök megint pusz.